Műanyag flakonok, építési törmelék, gumiabroncs. Ez csupán néhány azok közül a hulladékok közül, amelyeket a TESZED önkéntesei összegyűjtöttek a Széchenyi emlékút végén található zöld területen. A TESZED kezdeményezéséhez sokan csatlakoztak. A több száz négyzetméteres erdős területen az önkéntesek számára minden eszköz biztosítottak a munkavégzéshez, mondta Rózsa Zoltán, a Hegyvidéki Zöld Iroda vezetője, aki hozzátette, az akció végén a hulladékkal megtelt zsákokat az FKF szakemberei szállítják el a helyszínről. Az a lényeg ennek a zsáknak, hogy ez kimondottan TESZED akcióra készült zsák, ezt itt hagyjuk a helyszínen, és ezt a fővárosi közterület fenntartó vállalat ezeket a zsákokat el fogja szállítani néhány napon belül. A Hegyvidéki Önkormányzat évek óta támogatja a kezdeményezést, hiszen fontosnak tartja a környezetudatos gondolkodásmódot, és erre ösztönzi a kerületben élőket is. Mindig is fontos volt a környezetvédelem és a szemléletformálás, és utóbbi időben egyre hangsúlyosabban próbálunk a lakosság felé nyitni és megszólítani őket ezzel kapcsolatban. Például tavasszal is fölmentünk a Széchenyi hegyre az önkormányzati dolgozókkal 50-60-an parkot, játszóteret rendbe tenni. A TESZED szemétszedési akciójára regisztrálni a szelektálok.hu per TESZED oldalon lehet, ahol további információkat is kaphatnak az érdeklődők a programról. Napelemek a tetőn, új nyilászárók és megszépült homlokzat. Alig két hónap alatt újították fel a Hegyvidéki Fekete István iskolát, amely egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé alakult át. Az iskolában több mint 100 speciális nevelési igényű diák fejlesztéséről gondoskodnak. A Hegyvidéki Önkormányzat által támogatott energetikai beruházásnak köszönhetően jelentősen csökkennek majd az intézmény fenntartási költségei. A júliustól augusztus végéig zajlottak a munkálatok. Nagyon szép lett az épület, szigetelés, nyilászárócsere, napelemek beüzemelése történt, úgyhogy most egy teljesen megújult épületben kezdhettük meg a tanévet. Ez már az első kerületi Kodály kórusiskola. Itt a vakáció ideje alatt nem csak a vizes blokkokat újították fel, de a tantermek páramentesítéséről is gondoskodtak. Olyan beszerzésekre is gondolok, mint a páramentesítő, hiszen az alaksori termeink azért vizesedésre hajlamosak, és nagyon fontos, hogy a hangszerek rendbetétele, karbantartása is megtörténhetett a tanév kezdése. A nyár folyamán tetőszerkezetét javítottuk ki a Városmajori Gimnáziumnak. A Koskároly intézményben gondoskodtunk arról, hogy a beléptetés biztonságossá váljon, a gyerekeknek biztonságos környezetet biztosítjunk. A 2017-18-as tanév megkezdésekor 38 intézmény 684 osztályában kezdődött meg a tanítás. A tavalyi évhez képest 4 osztállyal több indult. Különleges erekék, különleges sorsok, különleges bírák. Ez lehetne a rövid összefoglalása annak a bíróságtörténeti kiállításnak, amely a Hegyvidéken működő Magyar Igazságügyi Akadémián nyílt. Az Országos Bírósági Hivatal pályázatok útján 3 éve támogatja a honi bírósági történelem kutatását, és már eddig is sok kiállítás volt a különböző bíróságokon. A Tóth Lőrinc utcai épületben most az eddigi kutatómunkák összefoglaló tárlatát nézhetik meg az érdeklődők. Ez a kiállítás egyben újabb lendületet is szeretne adni a további kutatásokhoz, hogy minél több olyan karizmatikus bíró történetét ismerhesse meg a közönség, akiket a mai korban is példaként említhetnek. Ennek a kiállításnak a keretében olyan nagy bíró egyéniségeket is bemutatunk, akik az egész országban ismertek voltak, például Juhász Andor, illetve Rádh György, illetve Barcsai László, aki a Berettyóújfalui Királyjárás Bíróság elnöke volt. A kiállításon bemutatott bíró nagyságok életükben nem csak szakmai, emberi példaképek is voltak kollégáik előtt. Juhász Andorról például a munkatársai azt tartották, így fogalmaztak róla, hogy a rideg paragrafusok közt is mindenkor megtalálta a humánumot. Ő volt az, aki amellett, hogy kiváló szakmáját a legkiválóbban művelő személy volt, mindig kiállt a bírótársaiért is. A most a Hegyvidéki Igazságügyi Akadémián látható kiállítás anyagát, illetve a konferenciák szerkesztett anyagait a bíróság.hu oldalon is megtalálhatják. A kiállítás a leendő Kossuth téri igazságügyi palotába szerveződő bíróságtörténeti múzeum előszelének is tekinthető.